Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket és minden érdeklődőt. Ez alkalommal egy komoly témáról lesz szó, vagyis egy személyről. A Lukács evangéliuma szerint egy vámhivatalnokról fogunk beszélni, hogy mit tett Jézus az életében. A Lukács evangéliumából olvasunk egy szakaszt a Lévi nevű vámszedőről, Lukács evangéliuma 5. rész, 27. versétől. Ezután kiment, mármint Jézus, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem! Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért estek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Igen, hát ez egy nagy dolog, amikor ilyet olvas az ember a Bibliában, hogy a vámszedők is megtérnek, hogy ilyen kemény szívű, anyagias emberekhez eljut az üzenet, hogy megragadja őket az Úrnak az igéje, szava, üzenete. És hogy látjuk, hogy milyen áldása lett ennek a találkozásnak. Valahogy nem tűnik ki az, hogy itt Jézus hosszasan győzködött volna ebben a vámszedővel, hogy térjen meg, hanem ránézett és hívta. Kövess engem is. A megtérésnek is ez a lényege, hogy az Úr hív bennünket. Nem úgy, hogy mi szeretnénk egy kicsit erkölcsileg megjavulni, hanem, hogy meghalljuk az Úr hívását, hogy ő kezdeményez, akar velünk valamit. És hát erre a hívásra kell válaszolni. Az apostolok is így tértek meg, hogy ők végezték a napi munkájukat, Jézus pedig hívta őket munka közben, és ők azonnal meghallották ezt a hívást. Pál, aki nagy ellensége volt a kereszténységnek, hallott sok dolgot, talán látta is a bénát, aki az ékes kapuban meggyógyult, de ez nem volt elég neki. Ő neki személyes találkozásra volt szüksége, és amikor Jézus hívta őt, akkor Pál is azt írja a Galatákhoz írt levelében, hogy amikor az Úr kijelentette magát nekem, az ő fiát, akkor nem tanácskoztam testtel és vérrel, azonnal követte az Urat. Ugye erről a Lévi egy vámszedő volt, aki a vámszedők asztalánál ült, ez egy márványasztal volt, és azért volt szükséges, hogy márványból legyen az asztal, mert a pénzeket az asztalra dobták, és annak a csengéséből rögtön meg tudta állapítani, hogy az hamis vagy igazi. A vámszedőkről sokféle rossz
dolgot beszéltek, a társadalomban eléggé kivetettek voltak, lenézték őket, mert hogy gyakran más többet kértek, mint ami járt volna, és a saját zsebüket tömködték, bár Léviről nem olvassuk, hogy ilyen lett volna, de itt egy mondatba azért lehet rá utalni, hogy őt is ezek közé a bűnben lévő emberek közé számolta a közvélemény is. Ugye ez a mondás, hogy madara tolláról, ember barátjáról, hát kit hívott meg? A vámszedőket és egyebeket. Az egyebek ugye az, hát ezt jelzi. Ugye a foglalkozása miatt a közvélemény egyértelműen megvetette és kitaszította Izrael közösségéből, de Jézus őt látta, és látta, hogy ott ül a vámszedő asztalnál, és hogy azt is lát, hogy a szíve kész Jézus követésére. Nyilván elege volt már ebből az életstílusból Lévinek, és talán rá is nehezedett az a sok igazságtalanság, az a sok kegyetlen pénzbeszedés, ami a szegényeket megkárosította, nincsteleneket, akik nem is értettek hozzá, és nem is tudtak vele vitatkozni. Az előzményekről elég szűkszavon ír a Biblia, de arról igen, hogy Lévi ott ült, és Jézus látta őt úgy, ahogy volt, látta a lelkét, látta a szívét, ismerte a gondolatait, és ő nem csak megszólította, vagy meglátta őt, hanem meg is szólította, mert az Úr a szíveket vizsgálja, és nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Lévi szíve itt a kis olvasott történetünkben készen volt a Krisztus követésére. Bár az emberek lenézték, és úgy gondolták, hogy hát ennek az embernek semmi köze nincs az örökkévalóhoz. Vajon a mi szívünk készen van arra, hogy Krisztus feltétel nélkül kövessük? Jézus megszólította Lévit, és egyenesen azt mondta neki, hogy kövess engem. Ma mindnyájunkat megszólít az Úr, téged is, és engem is. És az a csodálatos ebben, hogy ha Jézust követjük, akkor ő előttünk megy, és mi a lábnyomába léphetünk, és követhetjük őt. Soha nem tévedünk el, hogyha Krisztust követjük, és olyan csodálatos, hogy az ő ígéjét adta nekünk, hogy el ne tévejedjünk. Igen, még én itt megjegyezném azt, hogy sokszor mi rövidlátók vagyunk, csak azt az embert látjuk, akiről általában rossz véleménye van másoknak, de Jézus messzebbre látott. Mégpedig látta, hogy ebből az emberből ki lesz, kivé formálódik az élete, hogy nem arra nézett, hogy ez egy vámszedő, hanem ő a Szentlélek erejében és világosságában élt, azért látta, hogy ez a Lévi, ez Istennek a gyermeke fog lenni. Vagyis én gyanakszom arra, lehet, hogy nem így van, hogy Lévinek hívták, a léviták közé tartozhatott, lehet, hogy oda tartozott, és onnan származott a Lévi. Onnan származott, és elég nem szép dolog, elment vámszedőnek. Pedig ő neki másod lett volna a helye. Igen, hát abban a római elnyomás alatt lévő időben, igen, nehéz helyzetben voltak az Izraelben élők, és valami módon voltak, akik ebből ki akartak anyagilag legalábbis törni, hogy eltartsák magukat, a családjukat. És ugye egy férfi emberre nagyon sok családtag számított, hogy eltartsa,
az asszony, vagy az asszonyok, ahol több feleség volt, a gyerekek, akik nem kis számba voltak, ezen kívül a szolgák és a szolgálók is mind arra az egy fizetésre, jövedelemre voltak utalva. Nem tudjuk, ezt csak feltételezhetjük. Itt aztán így folytatódik, hogy Jézus azt mondta, hogy kövess engem, ő pedig már, hogy Lévi mindent elhagyván, felkele és követi őt. Lévi nem alkudozott, nem búcsúzkodott, nem számolgatta a bevételét, a pénzt, mennyit kell otthagyni Jézusért. És akaratlanul a gazdag ifjú története jutott eszembe, aki szintén egy fiatal ember volt, ismerte az Isten igéjét, Isten választott népéhez tartozott, de a szíve nem volt kész mindent elhagyni. Jézus tanításaival nagyon egyetértett, ismerte a törvényt, ismerte az igét, de amikor Jézus azt mondta, hogy add el minden vagyonod és kövess engem, szó szerint az, amit itt olvasunk, hogy mindenét elhagyván, ugye, ugyanezt igen. jelentette a gazdag ifjúnál, akkor megszomorodva elment, mert nem volt kész mindent elhagyni. És itt a minden elhagyás, azt Jézus nagyon komolyan gondolja, és ahhoz, hogy az embernek új élete legyen, hogy igazán Krisztus követője legyen, ahhoz valóban mindent el kell hagyni. Jézus elhagyta a mennyei atya dicsőségét, elhagyta az ő dicsőségét, hiszen az atya dicsőségében élt, azért, hogy szolgai formát vegyen fel, hogy mindnyájunkért az életét adja a Golgotai kereszten, ő mindent odahagyott. És Isten kegyelméből én elég fiatalon hívott el engem az Úr, és amikor az életemet átadtam az Úrnak, akkor fölajáltam, én nem csak bűnbocsánatra vágytam, nem csak arra, hogy az Úr bocsássa meg a bűneimet, hanem arra, hogy őt szolgáljam, hogy a szívemben lévő Krisztus láthatóvá legyen a többi elveszett ember számára. És szó szerint az Úr ezt kívánta tőlem, hogy mindent hagyjak el. A fővárosban éltem a szüleimmel, igen, jó módban is nagyon intelligens környezetet és lehetőségeket biztosítottak a számomra, és én mindent elhagytam, egy vidéki kis helyre költöztem, ahol a cigány missziót, a roma missziót kezdtük el, és azokkal az egyszerű emberekkel, akik ott éltek, éltem együtt, és az Úr üzenetét tudtam a részükre továbbadni. Később ugye a férjemmel együtt szolgálhattuk az Urat. Az Úr mindent, édesem azt mondta, hogy kislányom, hát mindent itt hagysz. És nem néztem hátra, csak azt, hogy Jézus nyomdokába lépjek, és ha az Úr engem elhívott, akkor én oda megyek, ahol Jézus munkálkodik. És valóban fel kellett kelnem, és így követni őt, és nagyon hálás vagyok Istennek, hiszen később aztán Kopasz Jenő testvérünk vette át azt a cigány missziót, amit itt a férjemmel végeztünk Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, és nagyon sok megtért ember követte az Urat. Én úgy gondolom, hogy itt ugye három dologról van szó, mindeneket elhagyni. Mi az, amit az Úr azt mondja, hogy ezt ott kell hagynod. A gazdag ifjúnak a vagyonát kellett ott hagyni, és szétosztani a szegények között. Itt nem csak ezen van a hangsúly, hogy miért kellett minden vagyonát szétosztani. Nem volt szíve a gazdag ifjúnak adni a szegényeknek. Jézus azt mondta, hogy add oda a szegényeknek, amit Istentől kaptál, és nagyon sokszor nem tudjuk otthagyni a saját magunk életvitelét, körülményeit,
De sokszor a gőgös életvitelünket úgy gondoljuk, hogy mi olyan egyszerű emberekhez nem adjuk magunkat a misszióra, de hogy az Úr azt mondja, ha engem akarsz követni, akkor nem kell számolnod avval, hogy mi az, amit el kell hagynod. Hagyd ott, és kövess engem, mert Jézus a keskeny úton visz bennünket egy teljesen más úton, teljesen más céllal, és akkor, ha az ember el tudja engedni, akkor megláthatja Isten dicsőségét, mert az Úr velük együtt munkálkodott a tanítványokkal, csodák és jelek által, és az emberek megtértek, bűnbánatra jutottak, és szabadultak, meggyógyultak, Isten dicsősége látható lett, Isten országa. Ha azt akarod, hogy Isten országa látható legyen az életedbe, akkor el kell tudni hagyni nagyon sok mindent, a bűneinket, a bűnös életvitelt, és mindazt, ami bálványá lesz az életünkbe is, Krisztus és közénk áll. A második, hogy felkelt. Nem csak elméletben gondolta végig, hogy akkor ő szakít ebben az életvitellel, hanem azonnal, amikor az Úr hívta, felkelt. Az évtizedek óta meglévő, megszokott vámszedői helyéről felkelt. És nagyon sokszor nem csak hallgatni kell az igét és megérteni, hanem cselekedni. Mondja is az apostol, hogy ne csak hallgatói legyetek az igének, hanem megcselekvei. Lévi azonnal cselekedett. Jézus hívott, nem várt egy pillanatot sem, azonnal fölkelt, és ott hagyta a vámszedő asztalt, nem számolgatta a pénzt, hogy most akkor mennyit is ad ő az Úrért, és hagy ott, vagy hogy mi lesz vele, fölkelt, és Jézust követte. Nagyon fontos az, hogy a követés mit is jelent. Tehát fölkelt, cselekedett, és követte Jézust, ez a harmadik dolog. Jézust követni egy másfajta életmódot jelent. Mit is jelent? Isten igéje szerint élni, meg kell térni, el kell hagyni a bűneinket, és oda kell szánni az életünket Krisztus szolgálatára. Az életünk középpontja, első helyen az Úr Jézus Krisztus van. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ez egy csodálatos dolog. Jézus ott áll. Lát téged és engem. Ott áll az ajtónk előtt, és zörget a szívünk ajtaján. És ha behívjuk az életünkbe, ha megnyitjuk az ajtót, akkor a teste és a vére áldozata a miénk lesz, az üdvjavak, az üdvösség, a szabadság, és már itt Isten gyermekeként élhetünk, nem a világ és nem a sötétség hatalma szerint. Megváltozik, Jézust követni azt jelenti a gondolkodásmódom Istenről, aki teremtette ezt az egész világot és a világ mindenséget, aki én minden hatalom menjen és földön, és aki az én mennyei atyám. Megváltozik a véleményem Jézus Krisztusról. Nem azt gondolom róla, hogy hát igen, talán egy történelmi személy volt, egy nagy tanító volt, egy vallásos vezető volt. Jézus az én megváltom, aki meghalt értem a Golgotai kereszten. Szenvedett értem, hogy kiváltson a bűn rabságából, a gonosz tulajdonából, és meg kell, hogy változzon az emberekről való gondolkodásom is. Eddig azt gondoltam egy részeges emberről, amíg nem voltam megtérve, hogy hát ott van az árok szélén, megérdemli, úgy kell neki, majd kiózanodik. Ma, ha egy ilyen embert látok, akkor azt gondolom, hogy kegyelemre szorult bűnös, és hogy
nem véletlenül láttam meg, nyilván segítségemre van szüksége. És az elveszett bűnösöknek látom azokat, akiktől azelőtt idegenkedtem. Szükségük van a kegyelemre. Krisztus megváltoztatja az Istenről és az emberekről való gondolkodást, de önmagunkról való gondolkodást is, mert ha én belátom, hogy a bűnösök közt az első vagyok, hogy kegyelemre szorult bűnös vagyok, akkor kész leszek mindarra, amire Lévi kész volt, amikor Jézus megszólította. A beszédem is megváltozik. Volt egyszer egy kedves vidéki ember, aki megtért, és hónapok múlva bizonyságot tett, és kérdezte tőle valaki, na aztán a feleséged meg a családod látja azt, hogy Jézus az életedben van, megváltoztál? Azt mondta, még a lovam is tudja, nem verem, és nem káromlom. Vajon tudják-e rólad, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy az Úr megváltott gyermeke vagy? És a cselekedeteink is megváltoznak. Ha Krisztus központú az életünk, akkor mindent megteszünk azért, hogy emberek üdvösségre jussanak. A szívünket eltölti az Úrtól kapott mentő szeretet. Aztán itt még olvasunk a Léviről a 29. versben, hogy Lévi nagy lakomát készített néki az ő házánál, és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek. Lakomát azoknak készítettek, akiket nagyon megtiszteltek, és különleges vendégként. Akaratlanul is a tékozló fiú története jutott eszembe, ahol az atya levágatja a hízott tulkot. Ez a hízott tulok, ez direkt erre hízlalták, hogy majd lesz egy olyan esemény, amikor ünnepelnek, és lakomát fognak készíteni, és akkor fogják levágni. A mennyei atya is a tékozló fiú történetében, az ő atya is levágatta a hízott tulkát, tulkot vigadtak, örvendeztek, lakoma volt, amit sokan nem értettek meg, a nagyobbik fia sem, mert hogy a szíve nem volt benne. Tehát Lévi által rendezett vacsorán Jézus asztal közösséget vállalt, életközösséget a hasonló megvetett és kitaszított emberek egész seregével. Igen, és a farizeusok nem tettek egy lépésre azért, hogy ezek az emberek lelkileg megváltozzanak. Igen. És hogy a tiltakozó farizeusoknak és írástudóknak pedig Jézus arról ad tanítást, hogy mi az ő küldetése Istentől. És ugye arra akarta őket megtanítani, hogy a bűn következményeként elveszett ember megtalálhassa a hazafelé vezető utat, és hogy irgalmas szívű megsegítésre van szükségük, mert akkor fognak csak meggyógyulni. És hogy itt aztán Jézus, ugye, ahogyan a farizeusoknak is megválaszol, nem indulatoskodik, nem haragszik, nem áll föl az asztaltól, hogy megleckésztesse őket, hanem felkelt Jézus, és beszélt a farizeusokhoz és írástudókhoz is, ezt olvassuk, mondta nekik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Itt egészen világosan beszél Jézus, mégpedig azért, mert nem értették meg a farizeusok azt, amit Jézus tesz, hogy egy bűnös embert elhív.
hogy egy az ember fontos. Igen. Nem lehet lemondani egy emberről. Hogy egy bűnös embernek bemegy a házába, hogy asztalközösséget, életközösséget vállal velük, és hogy nem csak közösséget egyszeri alkalommal, hanem hogy tanítványaivá teszi őket. Ő és ők ugye egy új életben, új életet kapnak és követik az Urat. És hogy az egészséges ember nem megy orvoshoz. A farizeusok és az írástudók nem mentek Jézushoz. És ha mentek is, akkor olyan szívvel mentek, hogy kritizálják, mert magukat egyenrangúnak gondolták. Az orvos tartották betegnek, nem igen. magukat. És hogy valóban a beteg megy az orvoshoz, és egyik orvostól a másikig, amíg nem talál gyógyulást, és nagyon szomorú, amikor ugye hiába megy az orvoshoz, mint a 12 éve vérfolyásos asszony, aki nem talált gyógyulást. És itt a 32. versben aztán Jézus elmondja, hogy én ezért jöttem. A mennyei atya ezért küldött engem, hogy a bűnösöket hívjam a megtérésre. És azt is mondja Jézus, hogy az igazakkal nem tud mit kezdeni. Nem azért, mert nincs hozzá hatalma, aki a maga szemeibe igaz ember, az nem tud Jézushoz, Jézussal közösségben lenni. Nagyon szólt nekem a Lukács evangéliumából, most a közös biblia olvasásunk során a leprás ember, amikor Jézus meghallja, hogy ott van, és Jézus színe elé járul valahogyan, leprásnak nagyon nehéz volt egészséges ember színe elé járul, és azonnal leborult. Addig szóhoz se jutott, egy szót se szólt, hanem leborult, és leborulva kérte, ha akarod, Uram, megtisztíthatsz engem. Ebben annyi alázat van, hogy leborulva, nem azt mondta, gyógyíts meg, Uram, ha te akarod, ha egyezik az akaratoddal, úgy legyen, ahogy te akarod. Jézus azonnal válaszolt, akarom, tisztulj meg, és megtisztult. Ilyen alázattal járulhatunk az Úr elé, mert ő nem az igazakért jött, hanem hogy a bűnösöket hívja a megtérésre. Meg vagy térve, testvérem, Jézus hív téged is. És szükségünk van arra, hogy megújuljunk, megszabaduljunk, a Krisztus alázatára jussunk, hogy méltók legyünk arra, hogy őt kövessük. Gyönyörű ez a történet, és rengeteg mondani valója van. Nagyon elszaladt az idő velünk, de elmélyülhetünk benne még, hogy az Úr szent lelke minket is meg tudjon szólítani.